A Kiskunszthalyi Múzeum úgynevezett sziklapince kiállítóterében vagyunk, ahol a Jól Félsültség története időszaki kiállításunk látható október végéig. Ugye ez a kiállítás ez a fodrász szakma kialakulását veszi górcső alá, egészen az 1870-es évektől, amikor az ipartestületek megalakulnak, gyakorlatilag napjainkig, illetve hát külön kitérőt tesz arra, hogy a hajnak milyen kultúrtörténeti hátterei vannak, illetve hogy a haj milyen biológiai, illetve kémiai felépítéssel rendelkezik. Hát a kiállítás több részből áll. Tulajdonképpen van egy logikai felépítése az egész kiállításnak, ez úgy indul, hogy a látogató, amikor megérkezik, akkor a haj kultúrtörténetéről kap egy általános bevezetést. A haj biológiájáról, kémiájáról külön szól egy fejezet, egy kiállítótér, aztán pedig áttérünk magának a fodrász szakmának a kialakulásának az ecsetelésére. Ugye hát a fodrász szakma kialakulása az 1870-es években a céhek megszüntetése, ipartestületek létrehozásával indul. Sok buktatóval, nagyon sok döcögős út vezetett odáig, hogy ez egy egységes fodrász szakmává váljon ugye a 20. század első felében, és hát tulajdonképpen a szakma kialakulását az 2-3 termen keresztül nagyon gazdag tárgyi anyaggal tudjuk illusztrálni, hisz ugye itt nem csak a szakmák kialakulását ecseteljük, hanem például azt is, hogy hogyan változnak a fodrász szalonoknak, fodrász üzleteknek a berendezései, illetve eszköztárai. A következő nagy szerkezeti egységben egy ilyen szakmai evolúciót mutatunk be, konkrétan azt, hogy a fodrászatban alkalmazott eszközök, azok milyen technikai fejlődésen mennek keresztül, milyen új vívmányok jelennek meg a 20. századtól a fodrász szakmában, és a két utolsó része terme a kiállításnak, az pedig mégis a privát hajhasználatot, fodrászatot jelenti, azt, hogy a hétköznapi ember hogyan viszonyul a saját hajához, illetve ennek milyen bemutatási lehetőségei vannak ugye a privát hajhasználatnak, úgy itt saját személyes példákon keresztül tudjuk ezt bemutatni. Budapest, mint mindig is az ország legnagyobb városa, itt az ipartestületek megalakulásának időszakában egy teljesen más utat járt be, mint egy vidéki fodrászat. Ugye hát itt Budapesten mindig is dömping volt úgymond fodrászból, már az 1870-es években is lényegesen több fodrász működött a városban, mint a vidéki városokban, és ez az ipartestületének megalakulásának időszakában azért volt jelentős, mert Budapest volt az egyetlen olyan város az országban, ahol párhuzamosan egyszerre egymás mellett több ipartestület, fodrászipartestület is működhetett, és ez óhatatlanul egy olyan egészséges versenyszellemet is generált, ami a szakma fejlődésének, a divatok, minél modernebb divatok befogadásának is kedvezett, másrészt pedig hát ugye itt a férfi-női hajvágásnak is egy nagyon specializált útja alakult ki, ami nem feltétlenül volt békés egymással a két történet, de ez a vidéki városokban talán nem volt ennyire markáns az a szembeállás, mint ami Budapesten sokáig a férfi és a női vágók között megnyilvánult. Yes. Yes. A little bit. Little. Okay. We'll see you at the top of everybody.